Szóval ez a címe a ma délutánnak, hogy mit oszok az adventista egészségügyi üzenetben. Mondtam, ez nem nekem jutott eszembe, hogy erről kéne tartani, hanem hát fölkértek rá, és érdekesnek találtam a gondolatot, hogy van-e egyáltalán ilyen. És hát azért van, és hát ha majd elmondtam mindent, akkor még beszélgettünk róla, vagy vitatkozhatunk is róla akár. Ugye kezdjük először azzal is, hogy mi a csoda az, hogy mitosz. Ugye a mitosznak, ha értelmező szótárilag keressük, akkor hát a mitosznak nevezzük a mondát, de tulajdonképpen a szóbeszédet is, meg a hitregét is, az sokféle jellege van, de az eredeti jelentése ennek a szónak az, hogy egy ilyen végérvényes, vitathatatlan tartalmú kijelentés, amely tényt és megtörtént dolgot közöl, amelyet meg nem kérdőjelezhető hagyománya tovább. És tulajdonképpen a mitoszban nem csak a történelmi események vannak benne, hanem erősen kiszínezve akár kimagasló egyéniségek is, tehát nem az egyéniséggel van a baj, hanem akit kiszíneznek benne, és ezt sokszor túlzóvá vagy emberfelettivé magasztosítják. Tehát ebből a szempontból, hogy van-e olyan hagyomány, amire mi azt mondjuk, hogy ez megváltoztathatatlan egészségügyi alapelv, és nem lehet rajta változtatni, és nem biztos, hogy az 100%-ig úgy van, vagy van-e valami, amit túlszínezünk ahhoz képest, ahogyan az be kéne mutassuk. Hangsúlyozom, hogy semmi olyan dolgot nem fogok mondani, ami alapjaiban megrengetné azt, amit adventistaként az egészséges életmódról gondolunk. Tehát nem fogom azt mondani, hogy mától kezdve mindenki vég nélkül egyen húst, kezdjen inni alkoholt, nem tudom, micsoda, ilyenek nem lesznek, ne ilyenre számítsatok. Inkább a hangsúlyt szeretném néhány olyan dologra helyezni, ami szerintem nem biztos, hogy mindig rendben van. Ugye maga az adventista egészségügyi üzenet és a további diákon ezt a OEU-ben a rövidítést fogom használni. Lényegében ezt az egyház honlapjáról vettem le, nem én írtam így le, de lényegében arról szól az adventista egészségügyi üzenet, hogy a jó egészség az Isten akarata, és ezért fontos, hogy megelőzzük a betegségeket, és megőrizzük az egészségünket, és hát azért fontos a jó egészség, mert aki egészséges, az elvileg jobban tud szolgálni másoknak, és hát ehhez van rendelve egy ige is, ami hitelveinkben, ami ugye Pál apostol tesszalonikai levelében szerepel, hogy a békesség, békesség Istene szenteljen meg titeket mindenben, és egész lelki valótok, mind a lelketek, mind a testetek maradjon fedhetetlen Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Ez egyértelmű jó kívánsága Pálnak, és kívánsága, hogy mind a lelkünk, mind a testünk egészséges maradjon, és nyilván minden olyan dolog, ami nyilvánvalóan egészségtelen, az kerülendő, és ezzel nincs is semmi gond. A gond abban van, hogy sokszor szélsőségesen gondolkodunk az egészséges életmódnak a hatásairól, vagy a ránk gyakorolt hatásairól. És rögtön az első ilyen mitosz, ami elég gyakran előfordul, főleg akkor, hogyha viszonylag kevés egészségügyel kapcsolatos ismerettel rendelkezünk, mégpedig az, hogy az egészséges életmóddal minden betegség megelőzhető. Ez gyakorlatilag sajnálatos módon jó lenne, hogyha igaz lenne, de nem így van. Ugye sokszor szoktuk idézni az egyiptomi kivonulásnak az egyik igéjét, amit ide ki is írtam, ami ugye azt mondja, hogy ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek a szavára, ha azt cselekszed, ami helyes a szemében, engedelmeskedsz minden parancsainak, megtartod minden rendeletét, azon betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, egyet se bocsátok rád, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítod. És ezt általában úgy szoktuk bemutatni, főleg olyanoknak, akik nem is ismerik az adventizmust, hogy hát itt van a Bibliában, hogyha betartjuk az Isten parancsolatait, akkor nem leszünk betegek. Az Isten megóv bennünket, és ezt az Egyiptom betegségeit, ezt átültetjük a mai világra is, hogy Egyiptom is tulajdonképpen a bűnnek egyik, meg a rabszolgaságnak ugye az egyik nagy szimbóluma, és hogy a bűn rabszolgaságából kiszabadult embert ugyanúgy az Isten megvédi minden bajtól. Ez nagyon jól hangzik, és ezt nagyon hirdethetjük is, csak ha már csak a Bibliánkat olvasjuk, akkor is kiderül, hogy ez nem így van. Pál apostol. Pál apostolról mindig sok jót mondunk,
de azért neki volt egy betegsége, ami lehet, hogy az volt, hogy nem látott rendesen, lehet, hogy más. Teológusok inkább afelé hajlanak, hogy a látásával volt gond, és nem látott rendesen, de beteg volt, és maga Pál a korintusi második levélben írja ezt, ami ott föl van jegyezve, hogy ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe, a sátán angyala. Nagyon fura ez a páli megfogalmazás, hogy Pál tudja, hogy a betegség a sátántól van, ő az Isten embere, de mégis a sátán tud betegséget kelteni még az Isten emberében is, érdemes ezen elgondolkodni. És azt mondja, hogy ezt azért kapta, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem, de ő ezt mondta nekem, és ezt szoktuk csak egyébként idézni, tehát hogyha vannak ilyen képkeretbe foglalt régi vallásos képek, ilyen rózsákkal, meg egyebekkel, akkor csak ezt szokták írni, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Csak az elejét leszoktuk hagyni, mert az nem annyira tetszik. Hogy arról van szó, hogy Pál apostol beteg, ő hisz abban, és tudja, hogy az Isten meggyógyíthatná, és az Isten azt mondja neki, hogy nem foglak meggyógyítani. Te beteg maradsz halálodig. És azt mondja, hogy azért, mert tudjad, hogy a kegyelemtől függsz, nem a te erődben kell bízzál, hanem akár betegen is az én legjobb szolgám lehetsz. És itt a egyházunk jelmondata, amit kiírtam az előbb, hogy aki kevésbé beteg vagy nem beteg, az jobban tud szolgálni, ez már is borul, mert Pál apostol tulajdonképpen betegen szolgált, egy olyan dolog akadályozta a szolgálatát, amit úgy gondolta, hogy jobb lenne, ha nem lenne. És mégis az Isten csodálatos szolgálja volt. De gondoljunk csak arra, hogy azok, akik Jézushoz közel álltak, például Lázár, Jézus egyik legjobb barátja, hiszen Jézusnak is voltak úgymond szorosabb baráti kapcsolatai. Lázár is meghal, hiába van ott Jézus, amikor hívják, nem is ér oda, tudjuk a történetet, persze föltámasztja, de akkor is attól, hogy valaki Jézus barátja, attól még meghalhat fiatalon is. Ez nekünk nem nagyon áll össze a fejünkbe. De a Biblia lapjai soha nem sugallták azt, hogyha te hiszel Istenben, akkor van egy életbiztosításod, és innentől kezdve 100 éves korodban lehet, hogy akkor már lesz valami bajod, és 140 évesen a családtagok majd egy szívlapáttal csapnak agyon, hogy most már állj el az útból. Tehát nem erről szól az ige, hanem azt mondja, hogy bármikor történhet velünk baj. Mert a Biblia nem arról szól, hogy nem történik velünk betegség, és nem történik semmi probléma velünk. És ugye az adventista egészségtanulmány, ez az AHS, ez az Adventist Health Study-nak a rövidítése, ugye az kimutatta, több ilyen, három ilyen tanulmány is volt, ezek komoly nemzetközi szintű tudományos tanulmányok, tehát nem valamiféle félképzett egészségőrök akciója volt, hanem ez tudományosan a világban ez egy fogalom, hogy adventista egészségtanulmányok. Ők világosan kimutatták azt, hogy az adventisták ugyan 7-10 évvel tovább élnek, ugye elsősorban ezt az észak-amerikai, kaliforniai, de most már az észak-amerikai adventistákra is megcsinálták ezeket a felméréseket, 7-10 évvel tovább élnek, ahogy mi is azt mondjuk, hogy az adventisták 7-10 évvel tovább élnek, mert hogy egészségesek. Csak az a helyzet, hogy 7-10 év múlva az adventisták is Kaliforniában is ugyanabban halnak meg, mint a többiek 7-10 évvel korábban. Tehát az adventisták is ugyanúgy meghalnak rákban, ugyanúgy meghalnak szív- és érrendszeri betegségben, és ezekben a nyavajákban, amiben a többi ember meghal. Csak 7-10 évvel korábban, és ez nem azt jelenti, hogy 7-10 évig húzzák a rákot, vagy a, mert nem erről van szó, hanem a betegségi periódus körülbelül ugyanannyi, de 7-10 évvel tovább élnek egészségesen, mielőtt ez a betegség eléri őket. Egy ábrát fogok mutatni, nem fogok sok ilyet mutatni, de lényegében ez mutatja meg azt, itt van ez egy tudományos közleményből egy cikk, itt mutattak az életkort, hogy hány évesek vagyunk, ez meg azt mutatja, hogy mekkora a túlélési arány, tehát hogy 30 éves kortól 100 éves korig ezeket nyugodtan vehetjük akár megszorozva 100-al százalékoknak is, tehát hogy 30 éves korban mondjuk a lakosság, kaliforniai lakosság összessége, meg a kaliforniai adventisták hány százaléka él, hát 30 éves korban mindenki szinte él, tehát az nagyon ritka, hogy valaki 30 éves korban meghal, és jól látszik, hogy az egészséges életvitelnek az ollója az valahol itt 50 év környékén nyílik, akkor még az adventisták még sokan élnek, majdnem a 100%, itt a kaliforniai lakosság összességében már csak olyan 95%, és aztán itt 60 év felett van egy nagy zuhanás, és az adventista életvitelnek
az az előnye, hogy ez a rész, ez az 50, 60, 70, 80 év, amikor elég sokan kiköltöznek a temetőbe, ott az adventistáknál ez nagyon, nagyon kevesen halnak meg, és sokkal nagyobb a nem adventista életmódot folytatóknál, de aztán szépen, ahogy megyünk 80-90 fölé, összeszűkül a dolog, tehát a nem adventistaként is el lehet élni 100 évig, és ott már kb. Ugyanolyan az arány az adventisták között is. Tehát ez az olló, amiről beszélünk, ennyit tesz hozzá az életünkhöz az egészséges életmód. De ők, akik meghalnak, azok ugyanabba fognak meghalni, mint a többiek, csak később. Erről nem nagyon szeretünk beszélni, de hát ez is a hétköznapi tapasztalat is, meg ez is logikus. Tehát az adventisták akármennyire egészségesen élnek, nem végelgyengülésben szoktak meghalni, nagyon keveseknek adatik meg ez a szép halál, hogy végelgyengülésben hunyjanak el. Valami elviszi az embert. Jó néhány évvel ezelőtt, 2013-ban volt egy az eddigi egyetlen európai adventista egészségügyi konferencia Prágában, és ott az egyik vendég az a adventista testvérünk volt, aki a feleségével kidolgozta a dohányzás leszoktató tanfolyamot, tehát ez a Léleges Szabadon program, ezt ő és a felesége dolgozták ki, két orvos, aki egész életében küzdött a dohányzás ellen. És akkor már csak a testvérünk tudott eljönni, mert a felesége az hiszem akkor éppen másfél éve vagy két évvel korábban meghalt, mégpedig tüdőrákban. És úgy, hogy soha nem dohányzott. Ezt tudjuk, hogy a tüdőrákban meghaltaknak a 95%-a dohányos, 5%-a soha nem dohányzott. És megkérdezték, ott voltak ilyen nyílcíni riportok, és megkérdezték tőle, hogy hát hogy gondol erre, hogy pont ők, akik a tüdőrák ellen küzdöttek, a dohányzás ellenességet hirdették, pont a ő felesége lett tüdőrákos. És mind a ketten orvosok. És mondta ez az idős testvér, hogy hát sokat beszélgettek erről a feleségével, de arra jutottak, hogy semmit nem tudtak volna máshogy csinálni. Tehát, hogy nem találnak olyan pontot, amire azt mondták volna, hogy na, itt valamit hibáztunk, és ezért lett tüdőrákos. Erről beszélek most, hogy gyakorlatilag bárkinél beüthet bármi. Most nem azért, és mondtam, hogy nem fogtok délután valószínűleg aludni, most nem azért van, hogy megijedjünk, csak tegyük helyre a dolgokat, hogy attól, hogy egészségesen élünk, azzal nem kerül a hatalmunkba az egészség. Mert az egészség, ahogy látni fogjuk, az az Isten kezében van meg az életünk. Mi tehetünk azért, hogy szándékosan ne romboljuk a testünket, de hogy az egészségünk meddig marad meg az egészséges életmód mellett, azt nem tudjuk garantálni, és főleg másoknak se garantáljuk. Tehát attól kell nagyon óckodjunk, hogy azt mondjuk, hogy ha ezt teszed, akkor ebből biztos meggyógyulsz, ha így csinálod, akkor biztos rendbe jössz. Ilyet soha nem mondjunk, mert erre nincsen igazából garancia. Na, egy ilyen mitoszt megtárgyaltunk. A másik mitosz az, hogy a legfontosabb alapelv a vegetáriánus táplálkozás. Ugye azon nem vitatkozik senki, hogy a vegetáriánus táplálkozás a legegészségesebb, ezt nem csak az adventisták mondják, hanem mindenki a világon, kivéve Magyarországot. Tehát Magyarországon, amikor hozták hogy a vörös hús rákeltő, akkor a magyar sertéstenyésztők már másnap a lapokban nyilatkoztak, hogy de a mangalica hús az egészséges, tehát nálunk ilyeneket nem lehet átvinni a köztudatba, vagy csak nagyon nehezen, de alapvetően a nemzetközi szakirodalom is egyértelműen emellett foglal állást. Ugyanakkor attól, hogy valaki még húst teszik, lehet egészséges, tehát nem elvágólagos a dolog. De biztos, hogy a tej-tojás fogyasztó vegetáriánus étrend a legtöbb betegség ellen csökkenti a kockázatot, nem alakulnak ki hiánybetegségek, és azt is tudjuk, hogy minél kevesebb a hús az étrendben, annál kisebb az esély a különféle népbetegségekre. És hát a világon vannak ilyen helyek, ahol az emberek sokáig élnek, ezeket ilyen kék zónának hívják, ahol nagyon magas a 90 év fölött, meg akár 100 év fölötti egészségesek aránya is. Hát három helyről tudunk, mert erről volt egy cikk, egy olyan jó tizenvalahány éve, ugye a kaliforniai adventisták, tehát ott Loma Linda benne van ebben a Blue Zones-ban, ebben a hosszú életű helyben. Ugye Loma Linda egy olyan hely, ahol van egy nagyon híres neves csúcskórháza az egyházunknak, és tényleg magas szinten működik, de Loma Linda az a hely, ahol a hentesbolt sincs, tehát ott nem is akar senki húst tenni, mert tehát egy hentes ott éhen hal, nincs mit csinálni. Egyszer egy szegedi
orvos volt kint egy ösztöndíjon, és aztán arról számolt be, hogy hát Loma Lindán kereste a Hentes Loma Lindába, hogy ez település, aztán mondták, hogy az itt nincs, tehát ez a foglalkozás ott nem létezik, mert senki nem vesz húst. De tudjuk, hogy őt nagyon egészségesek. Aztán a szardiniaiakról már hallottunk, majd ezekről még beszélek külön, meg az okinavaiakról. Tehát ők már így egyszer a középpontba kerültek, de van itt még két hely, ahol szintén sokáig élnek. Itt van ez a görög sziget Ikária. Az ikáriai lakosoknál szintén magas az életkor, és nagyon érdekes, hogy amit tudunk róluk, hogy sok babot esznek, tehát ez a hüvelyes fogyasztás megvan, kevés hús, de esznek, egy kis vörösbort is isznak. Ami nagyon fontos, hogy fizikailag aktívak, tehát nem egy ilyen tévénéző, telefonnyomkodó társaság. Délután mindig alszanak, ezt jól volna bevezetni, de hát nem vagyunk mediterránok. Akkor aki nagyon prűd, az fogja be a fülét, de a tudósok azt mondják, hogy az is hozzátartozik a hosszú életüknek, hogy 65 éves kor felett is a házaspárok szexuálisan aktívak. Ez itt Ikárián megy. Ezen kívül nagyon erős a családi kötelék, és törődnek az idősekkel, tehát nagyon erős ez a társadalmi hálójuk, és nagyon fontos nekik a közösségi élet, és ez hozzátartozik a hosszú életükhöz. A másik hely, Costa Rican egy félsziget, ez a Nicoya nevezetű félsziget, ahol hát azt mondják, hogy azért élnek sokáig, mert egy speciális lúgos vízforrásuk van, és azt isszák, sok növényt esznek, de esznek disznóhúst is, de ettől még sokáig élnek. Direkt ilyen dolgokat fogok mondani, ami egy adventista agyában nem fér össze, hogy valaki disznóhúst eszik egy kicsit, és sokáig él. Tehát nálunk az van, ha valaki disznóhúst eszik, az amellett, hogy a pokol tüzén meg fog égni, ami persze a Biblia ilyet nem tanít, hogy van pokol, de mi azt gondoljuk, de biztos, hogy azonnal az összes szervei fölmondják a szolgálatot. A Nicoyán élők esznek sertéshúst is, nem sokat, egy kicsit, főleg növényi módon táplálkoznak, de ünnepekkor disznót is esznek, de ettől még nem rövidül meg az életük. És a még jobban borzoljam a kedélyeket, hogy a hit számít náluk, de vannak keresztények is, akik megeszik a disznót, és vannak muszlimok, akik nem eszik meg a disznót, de mindegy, hogy valaki keresztény vagy muszlim, az ottani fölmérés szerint, aki hívő, bármelyik Istenben hisz, akár vagy Mohamedán, tehát Allahban hisz, akár a Biblia Istenében hisz, 14 évvel tovább él. Tehát, hogy jót tesz az, hogy hisz. Az egy más kérdés, hogy miben, de maga a hit önmagában jót tesz, és hát annyit tudni kell még róluk, hogy sokat dolgoznak, szeretnek dolgozni, sok barátjuk van, és mindig mosolyognak, mosoly van az arcukon. Így is lehet nagyon sokáig élni. És akkor jövünk mi, ez ugye a következő díja, ez már megjelent ebben a bizonyos National Geographic-nak a magyar számában is, ez onnan van kivéve, hogy melyik népcsoport miért él tovább. Ugye ez volt a három másik Blue Zones, amit nem mutattam be, ugye a szardiniaiak isznak egy kis vörösbort, de megosztják a munkát, meg egy ilyen juhsajtot esznek, amiben nagyon sok az omega-3 zsír, az okinavaiak a barátjaikhoz ragaszkodnak, kis adagokban étkeznek, céltudatosak, egyébként esznek néha tengeri herkentyűt, rákot, polipot, amit ott az a kis sziget ott a Japánhoz közel, és az adventistáknak a különlegessége az, hogy diót, mogyorót, babot esznek, megtartják a szombatot, ezt mondják a kutatók, hogy ez nagyon fontos, hogy az adventisták tovább élnek, és hogy van hitük, és hát mindegyiknek van egy nagy közös blokkja, hogy nem dohányoznak, fontos a család, nem lusták, társaságkedvelők, és főleg zöldséget, gyümölcsöt és teljes kérlésű gabonát esznek. Ezt csak azért mondtam el, hogy jól csináljuk, amit csinálunk, csak ne gondoljuk azt, hogy ezt azért kell csinálnunk, mert hosszú ideig kell élnünk. Mert hosszan élni máshogy is lehet, nem pont ezzel az életvitellel. Hogyha megvan az, hogy főleg növényit eszik az ember, nem részegeskedik, nem dohányzik, társaságban él, vannak barátai, tud mosolyogni, családban él, és hisz valamilyen Istenben, ez önmagában meghosszabbítja a földi életet. De ez egyik se jelent garanciát arra, hogy az örök életre eljutunk, mert majd pedig meg oda akarunk menni. De mi azt szoktuk gondolni, hogy a legfontosabb dolog az, hogy mit eszünk. Erről szoktunk egy egészségnap általában mindig abba torkollik,
hogy mégis mit lehetne még enni, amit még nem eszünk, vagy aki még azt eszi, az miért azt teszi, és mikor hagyja már abba, és mikor világosodik meg arról, hogy aki azt teszi, az tönkreteszi az egészségét, és vége lesz. Ez az ábra a következő, ez a másik angol, és aztán többet nem mutatok, ez azt mutatja be, hogy az adventistákon belül, ezt is egy adventista testvérünk készítette, vagy a Loma Lindán készítették ezt az ábrát, de amikor megcsinálták ezt az észak-amerikai nagy adventista egészség tanulmányt, hogy hányféle étrenden vannak az adventisták. Vannak a húsevők, ők a nem vegetáriánusok, akik mindenféle tiszta húst megesznek, amit a Bibliát tisztának minősít, tehát esznek marhahúst is, szárnyas húst, halat is, és természetesen tejet és tojást is. Tehát ők esznek mindent. Ugye az tartozik a nem vegetáriánusba, aki vöröst húst, szárnyas húst, halat, tejet, tojást eszik több mint hetente egyszer. Ugye ma itt azért azt gondoljuk, hogyha valaki csak hetente egyszer eszik húst, az már majdnem azt mondjuk, hogy vegetáriánus. Ez tényleg határeset, de ha valaki csak kétszer eszik hetente húst, akkor az is azt mondjuk sok helyen, hogy az nagyon jó. Igazából aki hetente több mint egyszer eszik ilyet, az a tanulmány szempontjából már nem vegetáriánusnak számít. Viszont van olyan, hogy szemivegetáriánus, ami hát úgy lehetne lefordítani, hogy fél vegetáriánus, ami eszik mindenféle ilyen húst, csak nagyon keveset és ritkán. Tehát kevesebbszer eszik, mint hetente, de egynél többször eszik havonta. Tehát értjük, tehát lehet, hogy minden második héten eszik, vagy minden harmadik héten eszik, vagy minden második és negyedik héten eszik. Néha van. Az a szemivegetáriánus. De így is lehet valaki adventista, és ettől még nem biztos, hogy elkárhozik. Aztán van a Pesco vegetáriánus, nem Tesco Pesco, ez a halevő, aki csak halat eszik, de nem eszik vörös húst, és természetesen tejet, tojást, igen. Aztán van az általunk jól ismert, és ugye ezt mondjuk, hogy ez a talán a legoptimálisabb, a laktóvó vegetáriánus, aki nem eszik csak tejet és tojást, meg zöldségeket, és van a vegán, aki pedig semmi állati terméket nem eszik. De ez mind adventista, és ez mind a testvérünk. És mind hisz Krisztus megváltásában, és nem biztos, hogy nekünk az a dolgunk, hogy ezen veszekedjünk, hogy ki milyen étrenddel jusson el a mennybe. Persze tudom, hogy Ellen White sok mindent ír, mert erről is fogunk beszélni, de alapvetően mindenképpen figyelembe kell venni mindenkinek a saját életkörülményét, hogy mibe van, hogy honnan jött, és nem biztos, hogy ki lehet jelenteni, hogy mindenki a pokol tüzével játszik, aki mondjuk hetente kétszer, vagy két hetente egyszer halat eszik, vagy egyebek. És lehet, hogy valakinek egyébként szüksége van rá, tehát lehetnek olyan állapotok, amikor kifejezetten ez ajánlott is lehet. Szóval ez mind adventista. És ezzel is érdemes lenne egyszer megbarátkozni, hogy ne csináljunk magunkba kasztokat, hogy ki hogy eszik, mit eszik, mert ennek nincs igazából értelme. A tiszta étkezés nagyon fontos, és a növényi alapú étkezés nagyon fontos. De mindenkinek az Isten megadta azt a döntési képességet, hogy milyen mértékben teszi úgymond kockára az egészségét a táplálkozásával. De nem biztos az, hogy ez a húsevése múlik csak, és majd fog bibliai példákat is mondani, amelyeket nem nagyon szoktunk mondani, itt pedig ott van a Bibliában. És hát eljutunk ebből a mitoszból, hogy a vegetáriánizmus a legfontosabb egészségügyi alapelv, abba a mitoszba, hogy leegyszerűsítjük az üzenetet néhány egyszerű étkezési elemre, tehát arra, hogy ne együnk húst, ez egy nagyon fontos üzenetünk szokott lenni, nagyon fontos üzenet szokott lenni hagyományosan, hogy ne keverjük az étkezésben a gyümölcsöt és a zöldséget, ez mindig elhangzik, majd erre kitérek, hogy ennek mi az eredete, és hogy ennek egyáltalán mi értelme van. Nagyon sokszor elhangzik, hogy ne ígyunk étkezések alatt, ez is ilyen alapadventista tanítás, hogy aki étkezés alatt közben iszik, az borzasztó bűntényt követel a szervezete ellen. És aztán vannak a szélsőségek, ezeket már az én tapasztalataimból hoztam föl, amelyekkel találkoztam, hogy 36-szor meg kell rágni az ételt, mert akkor indul be jól az emésztés. Na most, aki ezt gondolja, az lehet, tehát én ezzel nem szoktam vitatkozni, de szerintem, ha valaki úgy eszik,
hogy mindig számolja, hogy hányszor rágott, annak tök fölösleges enni. Tehát, hogy az evésnek van egy élvezeti, tehát a Jóisten azért találta ki az ízlelő bimbókat, hogy érezzük az ízeket, meg mi az órunkba is érzünk ugye aromákat, meg mindent. Tehát, hogyha azzal töltjük az időt, hogy hányat rágunk, akkor tönkre vágjuk a... Együnk akkor minden a babkonzervet, nem kell főzni, tehát teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, mert tönkre megy az étkezésünk. De közben Ellen White meg azt írja, tehát mi ezeket szoktuk mondani, Ellen White meg azt mondja, hogy tiszta levegő, napfény, mértékletesség, pihenés, mozgás, megfelelő étkezés, a víz használata, az isteni erőben való bizalom, ez az igazi orvosság. Van nekünk egy ilyen felsorolásunk, ami a 8 alapelv, de alapvetően ebből csak ezt a kaját szeretjük. A hitet azt kiemeljük, persze az fontos, mértékletességről beszélünk, hát a napfény az most ugye kétséges, hogy most bőrrákot kapunk, vagy mégis kell egy kis D-vitamin a szervezetünkben. A pihenésről kizárólag a szombatra gondolunk, hogy szombaton pihenünk, pedig a Ellen White nem a szombatra gondolt kifejezetten, hanem hogy éjszaka kéne aludni azt a napi 7-8 órát. Arról nem beszélünk, mert a magyar ember akkor szorgalmas, hanem alszik, tehát azt megdicsérjük, hogy hát ez alig alszik, mert annyit dolgozik, de szorgalmas. Erre egészségügyileg azt mondjuk, hogy jó nagy marha, aki éjszaka nem alszik, mert az éjszaka nem alvás az sokkal ártalmasabb, mint hogyha hetente egyszer disznócsülköt rágna az egészségére. Többet ártunk vele. Ezt most komolyan mondom. Tehát, hogy valahogy így elveszünk, ezek ugye eltűnnek az életünkből, meg a víz használja, hát ígyunk 6-8 pohár vizet, ezzel az vagy megisszuk, vagy nem, de ami, mert ha valaki nem iszik meg 6-8 pohár vizet, azzal szoktunk vitatkozni, hogy testvér, hány decis, igen, hány decis a pohár, jó a kérdés, Gábor bátyám, remek, hány decis, de szoktunk azon vitatkozni, összevesztünk már valahogy, testvér, ne haragudj, te csak 4 pohár vizet ittál meg a héten, naponta, pedig 6-ot kell. De azon már összeveszek, hogy te egy húsos virslit eszel, azon már hajba kaptunk, nem? Pedig ebbe a felsorolásban nem szerepel az, hogy hát ezek vannak, de legfőképpen az étkezés. Nem írta oda Ellen White, mert eszébe se volt. Tehát amikor elkezdjük egymás étkezését piszkálni, ezt csak azért mondom, akkor mindenki szálljon magába, hogy akkor a többi héttel hogy áll, és amíg azt nem rendezte, addig ne piszkáljuk a másikat, hogy mit teszik. Én csak ennyit kérek, és akkor egyből rendbe kerülnek a dolgok az életünkbe. Mert mindegyik fontos, nem csak egy. És akkor megyünk tovább, fokozzuk ezt a vega szintet, hogy a vegetáriánizmus a hit mércéje. És valljuk be őszintén, és ez egy súlyos tévhitünk, hogy az, amikor az adventista egészségügyi üzenetről beszélünk, akkor szinte csak az evés körül forgunk. Pedig az, hogy ki mit tud enni, az nem csak attól függ, hogy mit hisz, vagy mit gondol, hanem hogy hogyan tudja azt megvalósítani. Tehát maradjunk annyiba, hogy a húsevés azért az nem bűn, és ezt majd bibliai példákból is láthatjuk, hogy az nem, önmagában az nem bűn. Ha valaki azt mondja, hogy a húsevés az bűn, akkor olvassa a Bibliáját. Azt tudjuk, hogy a húsevés nem a legegészségesebb táplálkozás, de nem egyenlő a bűnnel. Én elmondom a saját helyzetemet, az én feleségem egy olyan családból származik, akik reformátusok, és az én apósom sertés tenyésztésből doktorált. Na most ebből az alapállásból marha nehéz lesz vegetáriánusnak lenni az egész családnak. A lányom most eldöntötte, hogy ő az lesz. A fiam az egy ilyen parasztgyomrú gyerek, tehát annak nem látom a jeleit se, hogy vegás lesz, de önmagában az egészet összehangolni. De ha elmegyünk az apósomékhoz, akkor tisztán főznek. És idáig eljutottunk, hogy a sertész tenyésztő doktor apósom, az ugyanúgy megeszi a pulyka húsból készült töltött káposztát, és nem morog, hogy miért nem disznóból van. Tehát azt mondom, hogy hatással vagyunk erre, és voltak idősebb családtagok is, akik azután meghaltak, és ők is örültek, hogy nem disznóból van a töltött káposzta, hanem csirkéből, mert hogy milyen könnyű megemészteni. Tehát ezek lépések, amelyre fele lehet haladni. De ha most behúznánk a morcit, és én azt mondanám, hogy én most már csak vegetáriánus leszek, akkor ebből azt gondolom, hogy sokkal több feszültség lenne, mint áldás. Tehát mindenki más élethelyzetből mozog és megy, és ezt általában figyelmen kívül szoktuk hagyni, mert azt gondoljuk, hogy ez olyan, mint a
Szent Háromság tanába való hit, vagy nem hit. Nem, ez életviteli dolog, és nem mindenkinek azonosak a hátterei, a feltételei, és nem tudja feltétlenül úgy megoldani. Törekedni kell erre, de nem kell leszedni egymás fejét. És azt kell mondanom, hogy Krisztus elfogadása nem egyenlő a vegetáriánus életmóddal, mert hogy, ha fölteszem a kérdést, hogy Jézus Krisztus vegetáriánus volt? Nem volt, nem nagyon sokat olvasunk arról, hogy mit evett. Az biztos, hogy még a feltámadott Krisztus is megette a halat. És nem azt mondom, hogy a hal akkor most már szentétel. Nyilván ott az volt a kérdés, amikor Jézus a feltámadás után megjelent, azt hitték a tanítványok, hogy szellem. És akkor mondta, hogy jó, akkor adjatok egy halat, megeszem. Mert a szellem az ugye a hiedelem szerint nem eszik. Tehát a feltámadott Jézus Krisztusba is elfért még egy sült hal. És ettől még föl tudott menni az atyához. Tehát, hogy helyén kell kezelni ezt a dolgot, de mutatok nektek valami érdekeset. Hát ugye ez maga a Jézus, ez talán túllépem, ezt ismeritek, hogy Jézus arról beszél, hogy nem az lesz tisztátalan, nem attól leszünk tisztátalanok, ami bemegy, hanem ami kijön az emberből, és ugye azt mondja, hogy a mosatlan kézzel való evés nem teszi tisztátalanná az embert, ugye itt a rituális dolgokról beszél, tehát Jézus maga is pedzegeti ezt a dolgot, hogy a szokások, azok nem fognak hitben tisztává tenni senkit. És Jézus nem arra tanít, hogy koszos kézzel legyünk, csak arra tanít, hogy attól, hogy még megmosod a kezedet evés előtt, attól még lelkileg nem leszel tiszta. Attól, hogy nem eszel húst, attól még a lelked nem fog megtisztulni. És van egy érdekes dolog Dániel életéből. Dániel történetét, a fiatal Dániel és társai történetét a babiloni fogság elején úgy szoktuk emlegetni, és volt idő, amikor én is azt gondoltam, ezt bevallom, hogy ez tényleg így van, hogy Dánielék, ugye, amikor nem akarnak enni Nabukodonozornak az asztaláról, amikor őket kiválasztják, hogy ők majd ott főemberek lesznek, miniszterek és okostojások a babiloni birodalomban, és hogy akkor őket képezni kell a nyelvre, a tudományra, mindenre, és hogy a legjobb ennivalót kapják, és ugye azt ír a Biblia, hogy tisztátalan dolgok voltak ott az asztalon, és ugye Dániel mondja a felügyelőnek, hogy ők ezt nem eszik meg, de hogy engedjék, hogy zöldséget egyenek 10 napig, és hogy utána nézzék meg, hogy mi a különbség. És én is azt gondoltam, hogy Dániel biztos vega volt, és hogy tulajdonképpen biztos leromlottak itt a fogság idején, és amikor 10 napig hát visszatért erre a vegakosztra, akkor hát visszanyerte azt, ami előtte is volt. De ez az egész így marhára sántít. Egyrészt azért, mert hogyha valaki, próbálja ki valaki, hogy 10 napig vegetáriánus lesz, mondjuk egy olyan időszak után, hogy nem evett rendesen, még előtte vegetáriánus volt, nem biztos, hogy 10 nap alatt az az eredmény jön ki, ami ott kijött, mert ugye ott azt olvassuk, hogy piros posgás lett az arcuk, és az értelmük is mindenki fölött volt, ellenvált azt írja, hogy még a leheletük is más volt, tehát hogy egy ilyen teljesen ragyogó emberek lettek, hát 10 nap más evéssel próbálkozott már, gondolom sok ember már, hogy 10 napig megpróbált egészségesen enni. Ettől nem lett senkiből se ragyogó ember, nem olyan lett, mint Dániel. Tehát itt valamilyen isteni csoda történik, és ezt alátámasztja az, amit nem szoktunk nagyon olvasni, Dániel 10-ben van benne, amikor Dániel kap egy kijelentést, ami háborúkról szól, és szeretné megérteni, hogy miről van szó, illetve megérti, és maga Dániel írja, hogy én Dániel gyászoltam 3 egész héten át, ízletes ételt nem ettem, húst és bort nem vettem a számba, olajjal sem kentem meg, amíg el nem telt a 3 hét. Tehát Dániel egyáltalán nem volt vegetáriánus. Ő maga leírja, hogy amikor böjtölt, amikor az Istentől választ kért valamire, hogy még jobban megérthesse, amit látott, akkor böjtölt, és nem evett se húst, nem kette meg magát olajjal. Ugye az jól esett a hűsítő olaj a keleti melegben, tehát, hogy tényleg megsanyargatta kicsit magát, és a sanyargatás része volt, hogy nem evett húst. Tehát ő nem volt egy ilyen zsigeri vegetáriánus. Ettől függetlenül nagyon szép az elhatározás meg a történet, de ott nem attól lettek ők olyanok, mert hogy zöldséget ettek, hanem az Isten áldotta meg a ragaszkodásukat, hogy volt elég bátorságuk ahhoz, hogy azt mondják, hogy bármennyire is itt vagyunk a fogságban, meg bármennyire is most már nem Dánielnek, hanem Baltazárnak akarnak engem hívni, én akkor is hűmaradok az Istenhez, és nem eszek abból, ami ott van. És az Isten ezt áldotta meg. Nem a 10 nap zöldség tette meg a csodát. De hogy mondjuk még egy durvábbat. Bibliából, nem én találtam ki, Krónikák 2. könyve, 30. fejezet,
öröm ünnepet ír le itt Ezékiás király idejében, ugye visszatér a nép Istenhez, és visszaállítják az Isten tiszteletet, Ezékiás a nagy reformer, aki visszatéríti a népet az Úrhoz, és tartanak egy hatalmas, nagy kovásztalan kenyerek ünnepét 7 napon át, és leírja azt, hogy Ezékiás, ugye a erős hangú hangszereken a papok dicsérték az Urat az Úr tiszteletére, Ezékiás szívhez szólóan beszélt mindazokkal a lévitákkal, akik hozzáértően végezték a feladatukat az Úr tiszteletére. Ünnepi lakomát tartottak 7 napon át, békeáldozatokat áldozva és dicsőítve őség Istenét. Ugye a békeáldozatokat, azokat azért megették, és ezért volt ünnepi lakoma. Ez rendben is van, egy hétig volt egy ilyen rendes evés, ott volt a nép, és most jön a történetben a adventista szempontból csavar, hogy elhatározta az egész gyülekezet, hogy tovább folytatják még 7 napig. Ez olyan, mintha csinálnánk egy nagy, mit tudom, mi szokott lenni, egyhetes missziókonferencia, ahol olyan jól érezzi mindenki magát, és olyan jó az ennivaló, meg minden sok áldás van, hogy összefogunk, legyen még egy hét. Na jó, de hát kifizesse a második hetet. Hát egy hétre készültünk, és akkor azt írja az ige, hogy folytatták még 7 napig, mert Ezékiás a király, figyeljétek a számukat, 1000 bikát és 7000 juhot ajánlott fel a gyülekezetnek, a vezető emberek is felajánlottak a gyülekezetnek 1000 bikát és 10000 juhot. Tehát összejött 2000 bika, meg 17000 juh. És ezt nem azért hozták össze, hogy állatsimogatót szervezzenek, hanem ezt levágták, áldozatokat mutattak be, és megették. És mi a dolog lényege? Hogy papok tömegesen szent, húsevés közben a papok tömegesen szentelték oda magukat az Úrnak. Hát ez borzal, tehát ezt egy rendes vegán gondolkodással ez elképzelhetetlen, hogy hogy lehet valakinek oda szentelni magát, ha húst teszik. Pedig itt van benne a Bibliában. Mert nem az a lényeg, nem attól leszünk szentek, amit eszünk, hanem egészen mástól. És örvendezett az egész Júda gyülekezete, az mindenki örvendezett. Tehát ez egy nagy-nagy örömünnep, amiben a Biblia beszámol. És lényegében ezeket az áldozati húsokat egyértelműen elfogyasztották, kivéve a vért meg a kövérjét nyilvánvalóan azt nem ették meg. Tehát, hogy úgy is meg lehetett szentelődni már az ókorban is. Igen? Az a zsírja, mindenféle zsíros. Jó, ezen is, igen, ezen is vitatkozhatunk majd, igen. Tehát gyakorlatilag ezek elég sok ilyen dolgot megettek. Nyilván mondjuk egy juhbola kövérje, az nem az tulajdonképpen az a juh vagy juh, azt amúgy se sok ember tudja megenni szerintem. Szóval a vegetáriánizmus nem lehet a hit mércéje. Tehát fontos, nem azt mondom, hogy ne legyen senki vegetáriánus, és most hozunk össze nem tudom hány birkát, és együnk egy hétig, nem ezt mondom. Csak azt mondom, hogy a kettő nem üti úgy egymást, mint ahogy mi a fejünkben gondolkodunk, hogy húsevés közben nem lehetek szent. Mert ilyet a Biblia sehol nem tanít. Nyilván, ha valaki túl sok húst teszik, vagy károsítja szándékosan ezzel az egészségét, mert tudjuk, hogy a hús nem egészséges, de ha nem sok húst teszik valaki, persze ez nagyon nehéz megmondani, hogy kinek mi a nem sok, de csak azért hoztam ezeket a nikójaiakat, akik sertés húst tesznek, az mégse betegszenek meg. Tehát, hogy az egészséget nem tesszük szándékosan tönkre, akkor azért nem zárja ki azt, hogy valaki szent lehessen. És aztán még egy témát vennék elő, ami szintén egy misztikum. Ennek meg azt a címet adtam, hogy Ellen White írta. Én Ellen White munkásságában hiszem, hogy az Isten profétája. Nincs felőle egy ilyen kicsi kétségem se. De a probléma az, hogy Ellen White-tól sokszor kiragadó mondatokat, és szigorúbban szó szerint értelmezzük, mint a Bibliát. Tehát a Bibliánál már időnként eljutunk oda, hogy ezt, amit ott le van írva, azt nem szó szerint kell értelmezni, mert hogy akkor ez és az volt a helyzet. Ellen White esetében ez föl sem merül egy rendes adventista fejébe, hogy Ellen White-ot értelmezni kellene. Pedig minden, amit Ellen White leírt, annak már több mint 100 esztendeje van. És 100 esztendő alatt ez a világ nagyon-nagyon sokat változott, sőt lassan nem is értjük sokszor, hogy ott mi lehetett a probléma.
Tehát, hogy a keletkezési környezetet, meg a szövegkörnyezetet Ellen White-nál is sajnos meg kell nézni, nem tudjuk megspórolni, nem lehet azt csinálni, hogy föltütjük a bizonyságtételeket, és kiolvasunk belőle kettő mondatot. Lehet, hogy éppen helyes, de lehet, hogy pont olyat olvasunk ki, amit, hogyha még az elejét, meg az utánát is végigolvasjuk, már más fog jelenteni. A Bibliában is lehet ilyet csinálni, és ha nem olvasom el előtte, meg utána, akkor egészen mást értek alatta. Hozok egy példát csak, amit visszamondtam, hogy fogok beszélni arról, hogy a zöldséget, meg a gyümölcsöt, azt ne együk együtt. Ezt mindenki hallotta már, ezt a bölcs tanácsot, lehet, hogy ezt is valaki követi. Én, mint tudománnyal és élettannal megfertőzött ember, azt mondom, hogy ez így önmagában nem állja meg a helyét, mert nem lesz semmi bajunk. És egyébként ez a tapasztalat is, tehát hogyha én eszek egy tökfőzeléket, utána még nagyon gyönyörűen meg tudok enni egy negyed görögdínyét, és az égvilágon semmi bajom nincsen. Bár már őszülök, de nem hiszem, hogy ez ettől van. Ellen White mondta ezt, a következőt mondta Ellen White. Ha az emésztés gyenge, akkor a kettő együttes fogyasztása, mármint a zöldség és gyümölcs, gyakran okozhat panaszokat, és gyengítheti a mentális erőnket. Jobb, ha a gyümölcs az egyik étkezésben szerepel, míg a zöldség a másikban. Mit szoktunk mi ebből tanítani? Hogy a kettő együttes fogyasztása gyakran okozhat panaszokat. De a mondat úgy kezdődik, testvérek, hogy ha az emésztés gyenge. Ez egy nagyon fontos mondat, mert ha valakinek nincs baja a gyomrának, akkor nyugodtan tegye meg. Ha valakinek emésztési bajai vannak, akkor erre ügyeljen. Ugyanez van a vízivással is. Ha valakinek van elegendő gyomorsavval, nincs problémája a gyomorsavval, akkor nyugodtan ihat evés közben. Nem lesz semmi baja. Ha valakinek kevés a gyomorsava, annál már problémát jelenthet. Tehát nem lehet így kinyilatkoztatni dolgot, ezt nem lehet így csinálni, meg kell nézni, hogy kinek. Ugyanez van egyébként Pál apostolnál is, amit ugye a adventista borívó kedvenc szövege, hogy Pál apostol is javasolja a borívást, de Pál apostol úgy javasolja a borívást, hogy egyrészt van egy Timóteus nevű ember, amit hát viszonylag kevés Timóteus néven élünk manapság, de nem is ez a lényeg, hanem azt mondja, hogy ne csak vizet igyál, hanem gyomorodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintettel élj egy kevés borral. Na most van olyan, aki azért iszza a bort, most mindegy, hogy ez alkoholos vagy nem alkoholos, ebből a szövegből egyébként nem lehet kideríteni az eredetiből se, hogy mire gondol Pál apostol, abban az időben voltak gyógyborok, nagyon sokfélék, Magyarországon is volt gyógybor, a Tokaji Aszú, még az 1950-es években is a magyar gyógyszerkönyvben hivatalos gyógyszer volt, Vinum Tokajense Passum néven, ott volt a patikai üvegben, tehát nálunk is volt gyógybor, amit fölírtak fél decit fogyasztani ilyen-olyan bajokra. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, Pál nem azt mondja, hogy igyatok egy kis bort, mert mi ezt szeretnénk belőle sokszor kihallani, hanem azt mondja, hogy akkor igyál ilyen gyógybort, amit nem tudjuk pontosan azért, hogy milyen volt, ha a gyomrod és a gyakori gyengélkedésed van, tehát ha baj van a gyomroddal, és gyengélkedsz. Tehát Pál gyógyszerként ajánlja valakinek, de ki lehet belőle olvasni mást is, csak nincs értelme. Na így kellene sokszor Ellen White-ot is olvasni, hogy megnézni, hogy amit mi hangsúlyozunk, azt vajon, ugye azt írja Ellen White, mondhatunk ilyeneket, azt írja, hogy a nők ne biciklizzenek. Van ilyen, hogy ne üljenek biciklire. Nem olvastátok, látom, de van ilyen. De abban az időben a biciklik azok nem ilyenek voltak, hogy jó gumia volt minden, amik ráült, az szétrázta a lelkét, tehát az olyan volt, mintha traktorra jut volna. És az egy nőnek egészségtelen. Vagy Ellen White azt is írja, hogy minden nő tanuljon meg lovagolni. Nem tudom, hogy hányan tudtok lovagolni, ha Ellen White-ot olvasunk. Ezt is értelmezni kell, a mama azt jelenti, hogy minden nőnek legyen jogosítványa. Ezt úgy kell érteni, hogy tudjon önállóan közlekedni, hogy ne kelljen várni a Nábál férjére, hogy beülhessen az autóba, hanem önmaga is be tudjon ülni, és el tudjon menni. Tehát értitek, mert ha szó szerint veszük a dolgot, akkor nagyon furcsa dolog, hogy azt mondja Ellen White, hogy a mágneses kezelések azoktól óvakodni kell. Na most akkoriban még nem azt értették a mágnes alatt, mint a kezelések alatt, mint mi értünk, mert ma a mágnes alatt ugye a mágneses mező általi kezeléseket értjük, aminek egyébként nincs túl sok hatása, tehát nem mondom, hogy
hatásos, de azért nem ördögi. Tehát nem mondom, hogy ne csinálja senki, csak ne várjunk tőle csodát, mert nem nagy hatása lesz. De Ellen White idejében mágneses gyógyítónak azt hívták, aki hipnotizált. Azok voltak a mágneses gyógyítók, azt gondolták, hogy ez a hipnózis, ez az alfa állapotba való levivés, az tulajdonképpen valamilyen mágneses mezővel megy keresztül. Tehát teljesen mást értett Ellen White az alatt, és hogyha nem olvassuk utána a kornak, akkor félreértelmezzük az egészet. Tehát Ellen White írta, de értelmeznünk kell. És most mutatok olyat, amit ő írt, és nem szoktuk hangsúlyozni, pedig nagyon is ezt, tehát Ellen White-nál haladóbb gondolkodású nő kevés volt. Mert úgy képzeljük el, hogy ilyen szigorú néni, aki mindig beszól nekünk, és nem hagy élni. De ezt ne gondoljuk Ellen White-ról, mert ő egy nagyon haladó gondolkodású volt, és két idézetet, meg közben beszúrtam egy adventista orvosnak is az idézetét, így a vége fele. Azt mondta Ellen White, itt van az Étrendi táp és táplálkozási tanácsok című művében, hogy míg az egészségügyi munkának megvan a helye a harmadik angyal üzenetének hirdetésében, szószólóinak mégsem szabad semmilyen módon arra törekedni, hogy kiszorítsa az üzenetet. Hú, de sokat kéne ezt olvasni. Tehát már Ellen White látta a veszélyt, hogy amikor az egészségügyi üzenetet hirdetjük, bármelyik részét, evés, teljesen mindegy, nehogy az legyen, hogy nem arról beszélünk, hogy Jézus visszatér meg, hogy ki kéne futni Babilon, ugye a harmadik angyal a fenevad képének a felvételéről szól, meg annak a bélyegének a felvételéről szólt, hogy nehogy ez az üzenet elsikkadjon. Hát hányszor beszéltünk mi az utóbbi időben Jézus eljöveteléről, meg ezekről a dolgokról, és hányszor beszéltünk arról, hogy egyetek zöldséget, meg ne igyatok szeszt, meg nem tudom, ünnepeljetek szombatot. És akkor lehet, hogy Ellen White-nak iszonyatosan igazam van, hogy az Ellen White-on keresztül megszóló Isten lelkének. Hogy mi inkább beszélünk az egészségről, aztán hát, ha megtérnek az emberek, és lehet, hogy nem jutnak tovább, mert az egészségügyi üzenetünk kiszorítja az evangéliumot. Tehát Ellen White nem gondolkozott végletesen, hogy aki nem esztik, aki nem vegetáriánus, azzal már szóba se érdemes állni. Nem mondta, nehogy kiszorítsa az öröm hírt az, hogy egészségesen kell élni. A másik idézet az a Gary Frasertől szól, aki itt volt a tavaly előtti szegedi egészségügyi konferencián, és ő tulajdonképpen a Loma Lindai Egyetemünknek az egyik nagy táplálkozás tudósa és hívő adventista. Ő így fogalmazta meg, hogy nem szabad az életviteli munkát a lelkiség lakmuszpapírjaként, ugye a lakmuszpapír mutatja meg valamiről, hogy savas vagy lugos színváltozással, vagy hittársaink bírálatának alapjaként használni. Nagyon fontos. És egy másik Ellen White idézet az egyik leveléből, és ezt nagyon jegyezzük meg, hogy, és ezért mondtam, hogy Ellen White nyitott volt, és nem akart belemászni senkinek az életébe. Hagyom, hogy mindenki kövesse a saját elképzelését, ezt az egészségügyi és az életviteli dolgokról beszél. Hagyom, hogy mindenki kövesse a saját elképzelését, ami a legjobb a számára. Nem kötöm senki más lelkiismeretét az enyémhez, senki sem dönthet a másik helyett. Tehát az az Ellen White, aki azért persze írt leveleket és bizonyos dolgokat szóvá tett, de azt mondta, hogy mindenki engedjünk, hogy hozza meg a döntését. És ő nem dönthet más helyett. És nem is mondja azt, hogy amit ő csinál, az kizárólagosan a legjobb. Mindenki találja meg nyilván a bibliai kereteken belül, hogy tudja az életét helyesen és jól élni. Úgyhogy lényegében igaz az a szakasz, amit már Pál apostol is megfogalmazott, hogy ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak, mert az egész törvény ebben az egyigében teljesedik, szeresd fele barátodat, mint magadat, ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emészítek egymást. Nagyon jó ez a páli megfogalmazás. Azt mondja, hogy mindannyian szabadok vagyunk. A szabadság lelkét kaptuk. Ezzel persze ne éljünk vissza, és nem mondjuk azt, hogy mindent. Ugye ő is azt mondja, hogy mindent szabad, csak nem minden használ. Nehogy ezzel visszaéljünk, tehát maradjunk az Isten lelke vezetése alatt, de egymást nem marjuk azzal, hogy él a másik. Mert azzal csak könnyen felemésztjük egymást. És ugye a mózesi szöveg, és ez lesz a vége, kimondja a lényeget, amit az elejétől lehetett sejteni. Mi azt gondoljuk, hogy azért élünk hosszú ideig, mert egészségesen élünk, de a Biblia nem ezt tanítja. A Biblia azt mondja, hogy az Istent kell szeretni, mert az Istentől függ a mi életünk és a napjainknak a hosszúsága. Semmi mástól. Én élhetek a legegészségesebben is,
hogyha az Isten úgy dönt, hogy holnap vége van az életemnek, akkor vége van. És nem azért lesz vége, mert nagy bűnt követtem el, hanem mert az Isten valami miatt úgy döntött, és ott lezárja. És nem kell abban gondolkodnunk, hogy aki beteg, az biztos valami nagy bűnt csinált. Visszautalnék erre az adventista orvosnőre, aki nagyon sok embernek az életét mentette meg a tüdőráktól, és ő maga tüdőrákos lett. Nyilván nem azért, mert valami nagy bűnt követett el, hanem ezt a betegséget kapta meg. Attól függetlenül, hogy mindent megtett a betegség ellen. Úgyhogy ezt próbáljuk a fejünkbe vésni, éljünk egészségesen, ne legyünk szélsőségesek, hagyjuk a másikat is élni, és maradjunk a bibliai kereteken közül, és amikor, keretek között, és amikor Ellen White-ot olvasunk, akkor olvasunk kicsit hosszabban és szélesebben, hogy tényleg azt értsük meg, amit ő is mondott. Ehhez adjon nekünk a Jóisten sok erőt.